keeping it real, you know what I'm saying? Boom. Mindenkit. Ismételten Farm Simulatorra játszunk, illetve hát legalábbis én játszok. És már régóta itt van ez a fa probléma. Itt. Ezt most jól megmagyarázom, várjál. Szóval lényegében itt vannak ilyen nagy darab fák, amiket el kell tüntetni, és most erre szentelek egy kis időt, hogy rendbe hozzam itt ezt a problémát. Innen kivágtam az összes fát, már tönk eltávolítózva megvolt, az már megvolt az a lépés. Már most már csak tényleg annyi, hogy az itt lévő cuccokat el kell tüntetni. Igen, ám csak ugye hát egér nélkül elég nehéz kezelni ezt a gépet. Ez egy kifejezetten egy egérrel kezelős gépezet. Jó, a semmit emeltem meg, ügyes vagyok. Nem képes fölemelni, nem lehet ráfogni, tehát nem azzal van a baj, nem képes megemelni, hanem hogy nem fogunk rá. Pedig igyekszem. Persze meg közben szar az egész egér, tehát igazán némol lószart nem ér az egész. Itt próbálkozok, mi győzik a logika játékkal. Azonban most győzik-e valahogy jobban. Sikerül neki összehozni a dolgot. Na, szóval valahogy meg kéne próbálni fölemelni. Egyébként is rohadtul útban van ez a szar kamion. Nem könnyíti meg a dolgomat, mit mondjak. Emeld már a fölbe, az meg. Na és most kiugrunk belőle. Mert hogy amilyen király vagyok. Nem jó. Majd most lesz jó. Kicsit túl kaptam. Most ha igen, erre gondoltam, hogy jó lett volna, ha nem engedi el. Na. Hát ez egy ilyen kicsit uncsibb rész lesz most. Ezt el kell innen tüntetni, és ezen fogok dolgozni. Most valami miatt meg nem tudja felemelni, hát én beszarok. Na. Beleragadt a kamionba, de miért? Ne is már el, légy szíves, beszarok. Ez tökéletes. Húzzuk bejjebb, hogyha esik, akkor pont úgy essen, hogy az nekem jól essen. Mint most. Ez teljes mértékben megfelel. Most megpróbálom belerakni a kocsiba. Tökéletes. Vagy mi a pót? Hát a pót kocsira így van. Rá passzírozzuk aztán. Oszán cső! Aztán mehetek vele egy bazi nagy kört. Na hát, teljes mértékben meg vagyok elégedve az eddigi munkámmal. Aztán az utánival remélem meg leszek. Mert hogyha én ezt elejtem valahol, az ciki. Szóval lényegében átvágunk az egész pályán. Csak mivel, hogy... Ja igen, erről már volt szó, hogy nagy sebességnél itt vannak problémák.
Csak mivel hogy az egész fa így nem fér át így keresztül mindenen, nem fogom tudni átvinni, ezért alternatív útvonalat kell keresnem. Bizonyos sebességnél, kormányzás nélkül úgy elviszi, mint most a fát. Egy olyan 60-nal kéne akkor menni. Van egy tempomatunk 30-ra állítva. Akkor betesszük 50-re. És azt tartsa. Jó, csak közben meg, még ideépítettem ezt a sok szart, hogy nehogy le tudjam vágni az utat. Úgyhogy ez teljesen megérte az árát, az egész ilyen hóbele van, tele fával, meg mindennel. Teljesen mindegy, így is kicsapja. Úgyhogy mindegy. De hát így legalább már csak akkor, amikor kanyarodás van. Lényeg az, hogy most megy rendesen a dolog. Nem. Nem fog, de bazd meg, miért van az, hogy egyik irányba megindul, visszahúzom, egyenesbe marad, és utána elindul a másik irányba is. Mindig lehet magas a sebesség. Nem lesz itt gond. Hogy ne lenne itt már gond? Próbáljuk meg akkor 40-nél. Csak már nem most, mert itt már illenék bár befordulni. Itt áthozzuk. De ne fordíts már ki. Így, és így told be. Valahogy állítsd meg a kamiont is. Mennyit kaptunk érte? Nem tudom, mert olyan kurva gyorsan nő a pénzem, hogy beszarsz. Na, egyelőre még most átlátjuk a helyzetet, úgyhogy még nem tekerek az időn. Jócskán rövidebb utat, és jócskán nagyobb sebességgel teszem meg. Emiatt rohadt gyorsan visszaérek. Most ez a befordulás, ez most elég szép volt. Ahhoz, hogy ne akadjak fönt azonnal. Azon a cuccon. Nyomjunk már egy alt-hát, az út se kell. Meg nyomjunk egy... Az csak kiszállva lehet, na mindegy. Na szóval... Valamilyen szinten ez így pont jó lesz. Ctrl-R. Szuper. Nappal van, nem látjuk a pénzem, hála égnek, mert szerintem legalább a háromszorosára nőtt. Jó, na, azt mondja, akkor csináljuk a következőt. Hát ez most ilyen rakodós rész lesz, úgyhogy...
Úgyhogy uncsi egy picit, de ugye meg kell csinálni ezt is valamikor, maga ezt a rakodást, és én aztán nem fogom máskor megcsinálni, mint pont most. És akkor most olassak alá. És lehet, hogy túl is mértem a cuccot. Na, nem mondod, hogy rajta van a másik fa, és emiatt nem tudom rágyömöszölni. Ott takarodj már. Beszarok. De hogy nem. Hagyom én az egészet a picsába. Kitartó játékos, az komoly. Biztos, hogy kitartó vagyok, öcsém. Elviszem ezt a fát, nem? Most azt hiszem 40-en van a tempomat, meglátjuk, hogy 40-nel így mennyi lesz a kifordulások száma. Aztán kiderül majd, ha sok. De nem hinném, hogy sok lesz, mert ez így jó. Igen, 40-nel azért nem fog kifordulni. 50-nél már kifordult. Hát ez fantasztikus. Hát kb. Ugyanazt a nyomot. Egyébként hagynak nyomot a gépek. Mondjuk ez már szerintem régóta van, de hagynak. Még nem raktam be az ilyen víztartály, meg ilyen módokat, amiket mondtam, hogy már beszereztem, csak még nem volt alkalom használni őket, meg nincsenek is berakva, majd most nem sokára berakom, remélem jók lesznek, mert még a víztartály módot nem próbáltam ki. Aztán hát gondolom működik. 40-nél is ugyanúgy kifordul a picsába. Nem tudom, mikor történik meg, tehát... Igazán, de valaki jó kedve van, vagy nem tudom. Hát nem vagyok valami beszédes most, nem tudom, olyan fáradt vagyok inkább, mint hogy olyan nagyon sokat beszélgessek most, nem tudom. Na, meg uncsi ez a meló egyébként most, amit csinálok, úgyhogy nem is tudom földobni semmi érdekessel. Azzal tudom feldobni, hogy mindenhol látszódik, hogy hol törtődik be az árnyék. Most rohadt messziről látszik, hogy nincs ilyen probléma. Előbb meg rohadt közelről már ilyen problémák voltak, nem is értem. Húzzad, ne baszogassad, húzzad, bazd meg.
Na, szóval igazándiból így ennyi a tervemre a videóra kb, hogy ezt a pár fát ezt így visszaviszem. Beviszem, aztán eladom. Megpróbálok ugyanazon a nyomvonalon menni, mint az előbb, ahol a két táblának annyi. Sőt, most sokkal inkább durvábbat választottam. Jó, hát ez sokkal jobb. Na. Tessék. Már is gyors. És már is érünk vissza fel a maradék fához. Aztán rakodjuk a többit. Na. Most ezt így megragadjuk, szépen megemeljük. Kicsit beljebb húzzuk. Megemeljük, beljebb húzzuk. Miért nem húzott már beljebb? Nagyon jó. Felemeltük bazi magasra, sikerült. Most találtolatunk. Mert könnyebb a kamion mozgatni, mint a fát. A fa az rakoncátlangodik állandóan. Szóval elkezdjük leengedni. Nem így gondoltam. Kicsit odébb, vagy valahogy úgy, hogy... úgy, hogy mondjuk belemenjen már, bazd meg. Na, még ma elengeded? De ne engedd, ne izé vertesd ki, menjen bele, bazd meg. Na, még mielőtt tönkreteszem az eddigi munkámat, ezt gyorsan meg kell fogni. Az a baj, hogy ez az egér, ez munkaképtelen. Már olyan szinte, hogy ezzel így nem lehet dolgozni. Az a baj, elmondom neked mi a baj. Mert a retekfának pont itt van egy ilyen köcsök gyökere. Pont itt. Vagy már mit, hogy galja. Tessék, ennyi. Nem erre gondoltam, mert még belelóg ez a cucc. Zoomolj már le, hogy lássam, hogy mi történik, mert nem látom. Végre. Szarok én az akcióra. Ott mindig átbaszások. Na, szóval... nyomassuk neki, még egy... még van két fa, vagy három. Lehet, hogy négy. Azt mondja, tempomat, aztán iránycsurány van. Ennyit a tempomatról, meg amúgy is. Igazán jól. Én itt nyílegyenesen elengedem az egészet és csá. Mi az anyámba akadsz meg mi?
Miért? Miért fordul ki? De nem is én fordítom ki, hanem... A kerék nem áll vissza, he. What? Megyünk ugyanazon a nyomon. Hát igen, így egy kicsit uncsi a rész, hogyha nem is beszélek benne túlzottan semmit, mert... Mert uncsi, amit csinálok, meg annyira nincs semmi érdekesség itt. Éppen most. Itt, ahogy nézem, semmi nem fogja meg a izét, a fát. Egyelőre a Szentlélek tartja itt a gépen. Tök jó lenne, ha nem hagynánk el. Ja, de van mi tartsa, mert ezek az ágak beakasztak. Akkor jó. Akkor megnyugodtam, mert egyébként úgy tűnt, mintha el kívánna hagyódni. Igen, ez egy hosszú út, és itt végig kell hozni ezt az utcot, mert nem fér el máshol. A rövidebb útokon nem fér el. Mert ennyi a hely. Nem is kicsi ág volt az. Hú, most majdnem beszartam, hogy belemegyek az egésszel. Ami nem akart megállni. Gyalogosok itt full random az úton, tehát hogy én ezt nem értem, hogy ezt a készítők így hogy gondolták, hogy így majd itt a semmivel sétálgatnak a lányok, meg a fiúk itt a fűbe, tehát ez így annyira értelmetlen. Ez fontos. Itt kell csinálni egy nagyon szép kanyart. És innentől már szépen átmegy. Hát ez király. Jó, aztán go vissza a következőért. Nem erre gondoltam, de ez sem rossz dolog, hogy van rajta villany, pontosabban lámpa. Ó, bazzeg, nem négy fa, van hat. Az 1, 2, 3, 4, 5, jó, tök mindegy. Akkor is baromi sok, alig vittem el párat. Mi a fasz van veled, mi? Jaj, mert megint nem izé, nem összezáródik, hanem más csinál a gép. Mert én próbálkozom én itt irányítani, de ha nem azt csinálja, amit nekem kell, akkor ezt cseszhetem.
Úgy érzem, ez az utolsó faszállítmány lesz. Merre bazd meg? Azt hittem lezuhan. Nagyon megijedtem, mert mondom, itt vagyok készen állva, pont nem tudok aláállni ennyi idő alatt. Na, most már irányba álltál, menj már egyenesen. Jó. Na, akkor eresszük. Ne húzz ki, ne! Nem tudom mit csinál, de nem azt, amit én irányítok. Ah, meg. Ez így nincs fölrakodva. Ez így szar. Meg úgy amúgy is sincs fölrakodva, mert ezt nem így kéne csinálni, de jobb hiány időtakarékosságból ezt csinálom. Ide, és tedd már bele, babd meg. Akkor húzz be. Így. De most miért engeded el? Annyira fogtad öcsém, azt elengeded, bazd meg. Dűl, borul. Nincs is aláállva jól. Hát mi az Isten van ezzel? Elfordult a rohadékfa, és emiatt most már nem jó a kamion. Mármint, hogy a kamionnak nincsen semmi olyan, csak hogy szarul áll. Rohadnál meg. Az a baj, hogyha ezt most leszedem, akkor ennek annyi. Tehát, hogy ezt el fogom hagyni. Az neked az égvilágon soha nem fog fönnmaradni. De várjál, még így sem maradt rajta? Hello, hello, hello. Nyomjuk már le legalább, vagy valami. Na, helyes. Jó, és akkor elmegyünk innen a francba. Mert most már ez itt nem, nagyon nem jó. Kicsit hátrébb. És ezt a kis darabkát, azt így völlököm a tetejére, mert nem hagyom most már itt. Gyakori sofőr. Az igen. Szerintem egyébként most játszottam olyan rohadt a játékkal, hogy elkezdtek jönni az achievementek. Achievementek, na. Achievement, vagy hogy kell kimondani amúgy. Na, szedd vissza. Ezt a semmit kell felszedni, ezt a nagy fűbogány szart. Hát jó van akkor, mennyi odébb. Szerintem érek el odáig, de úgy nem. Ha megvagy, akkor öcsém megvagy, kész. Nem fogom kinyírni magam úgy, hogy inkább így rakom rá. Gyönyörű szép, amit leművelek ezzel a szerencsétlen gallyal. Csak rakd be, bazd meg. De ne oda, egyrészt így,
visszább, idébb, visszább, idébb, visszább, idébb. És oda rak be. Teljesen jó. Gurulás hátra. Jó, szóval igazándiból így kb. Ezt végül elviszem leadni, és így ennyi, ami most így belefért a dologba. Mert az a baj, hogy ezzel nagyon sok időt el lehet cseszni, hogy ezt a szarfát itt hurcikázza az ember. Nem lehet egyszerre többet vinni, mert az megint esélytelen. Talán állandóan kifordul a kamion. Néha, de nem mindig, tehát hogy így nem tudom mitől csinálja. De gondolom a nagyon nagy súlytól, amit húz. És az ránthatja ennyire félre, bár nem hinném. Nem tudom. Ezt még eljutottam a célállomáshoz. Arról már nem hinném, hogy... Ezt már nem várjuk meg, hogy vissza is jöjjek, úgyhogy... Csak az odaút lesz meg. Jó, szélére kiraktam egy rohadék fát. Na, hogy nehogy elférjek, tehát... Miért nem állsz meg? Állj már meg! Na, de imádom én ezt a pillanatot. Ez a szerencsétlenne nem lehet úgy tolatni, hogy tolasson. Most ez a buzi meg beáll, és innentől nincs helyem továbbá megcsinálni azt, amit én megszerettem volna. Nagyon jó. Pont ezt nem akartam, hogy ilyen rohadt nagy forgásokat csinálják ekkor a fával. Főleg úgy, hogy kilóg még oldalra egy nagyobb gaj is. Ne ráncigáld el a kormányt, légy szíves! Nem. Nem. Nem, nem, rohadj meg! Hát ez csak elviszi. Hát értelmes utakat járok be én ezzel a szerencsétlen fával. Na, hát azért csak eljutunk a célállomásig. Akinek tetszett a videó és nem unta halálra magát, az nyomjon egy lájkot. Aki halálra unta magát, vagy esetleg nem tetszett a videó, az nyugodtan dobjon egy dislike-ot. Aztán... Ne felejtsétek el feliratkozni, hogy nehogy lemaradjatok a következő részről. Ami valószínűleg nem lesz ennyire unalmas. Remélhetőleg. Aztán, aki még esetleg nem látta az előző részeket és kíváncsi lenne rájukat, az tekintse meg a csatornámat, ott az összes részt megtalálja. És... Az előző előtti videóban megígért tartalommal fogom folytatni tovább. Itt ebbe baj lesz, bazzeg. Nem fogok tudni kijönni. Miért nem esik le? Azt a... De kurva nagy szerencsém van. Én azt hittem, hogy ez most nem jön ki.
Na, szóval köszönöm szépen a figyelmet, és a következő videóban nem innen fogom folytatni tovább, hanem onnan, ahonnan az előző videóban abba hagytam. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és szevasztok!